Janet Yellen tegnapi kongresszusi meghallgatása során állta a sorat, és nem sikerült belőle kiszedni a QE program pontos leállításának végdátumát, akármennyire is próbálkoztak a felek. Azonban arra fény derült, hogy a legutóbbi rossz makroadatokban az amerikai időjárást is tényezőként kezelik, és számításokat végeznek, ami alapján akár a FED eszközvásárlási programjának csökkentését is átgondolhatják. Azonban végül is nem kaptunk semmiféle új információt itinert, így a következő márciusi döntésre várunk. Ukrajnában tovább fokozódik a helyzet, hiszen már az oroszok tankok mozgósításáról is hírt adtak, és ez mindenféleképpen érdekes számunkra az OTP kapcsán, hiszen elég nagy kitettsége van a hazai bankpapírnak Ukrajnában. Egyes szélsőséges esetek, illetve számítások alapján akár 1000 forintos mínuszt is okozhat ez a helyzet, azonban mi úgy gondoljuk, hogy ennél jóval kisebb lehet a negatív változás, és a jelenlegi 3900-as szintekről következő körben 3800, illetve 3600 forintig eshet a hazai bankpapír. A mai napon fontos lesz a 14 óra 30-kor megjelenő amerikai GDP adat, valamint akár már információkat kaphatunk a jövő heti kínai kongresszusi meghallgatásról is.